Kutya meleg, a tartós kánikula fokozott veszélyt jelent a négylábúak számára. Közlekedésbiztonsági tábor látványos rendőrségi bemutatókkal vette kezdetét a Vármegyei Rendőrség által szervezett hatnapos gyermektábor. Humanitárius segítségnyújtás, kárpátaljai testvérvárosokból érkező diákok táboroznak Nyíregyházán. Naponta visznek a hőguta tüneteit mutató kutyákat a Nyíregyházi Állatkórházba. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a rendkívüli hőségben fokozottan figyeljünk a házi állatainkra. A hősok elsősorban a kutyák esetében gyakori, ezért biztosítsunk számukra árnyékos helyet, friss és hideg vizet a nap folyamán. Önfeledten fürdőző és hűsölő kutyák. Négylábú kedvenceinknek életmentő is lehet egy-egy ilyen vizes élmény. Számukra ugyanis fokozott veszélyt jelent ez a rendkívüli és tartós meleg. A kutyák az emberrel ellentétben nem tudnak izzadni, talpárnájukban található néhány verejtékmirigy, a kánikulában megnövekedett testhőjüket azonban szájon át lihegéssel tudják leadni. Ha testhőjük 40 fok felé emelkedik, akkor már lehet gond. 41 fok felett azonban már azonnali beavatkozásra van szükség. Az úgynevezett hősoknak vagy hőgutának látványos tünetei is vannak. Erős lihegés és erős nyálzás jelenik meg, és mivel a nyál és a hörgőváladék nagy fehérjetartalmú anyag, folyadék, ez nagyon hamar habbá verődik. Tehát gyakorlatilag látjuk a habzó szájú kutyát erős melegben lihegni, az akkor már egy ráutaló jel. Ez nagyon hamar a hab eltömíti a légutakat, és elkezd az állatnak a nyelve lilulni, oldalára fekszik az állat, légszomj alakul ki, amikor nem tud megfelelő mennyiségű levegőt felvenni az állat, mivel egy habos váladékkal van tele a légút. Tehát ezeket az eseteket ilyenkor kétszer ad ki, gyorsan ad, minél hamarabb hűvös helyre kell tenni az állatot, meg kell kezdenünk a hűtését, és a légutakat lehetőleg szakembernek szabaddá kell tenni, hogy a légzés ne legyen gátolt. Az extrém melegben azonban gyakran találkoznak a hősok tüneteit mutató kutyákkal a Nyíregyházi Állatkórházban. Naponta találkozunk ilyen esetekkel. Ilyenkor intenzív kezelést kell megkezdeni, ami a vérkeringésnek a táplálása vagy támogatása, légutaknak a szabaddátétele, oxigenizáció, illetve a keringésnek a támogatása, hogy ne omoljon össze a keringés, ez a legfontosabb. Általában ez néhány óra alatt oldódik ez az állapot, és helyreáll, normalizálódik a hőmérséklet, de ennek a egy-egy ilyen állapotba került állatnak lehetnek azért utóhatásai, a 24-48 órán keresztül megfigyelés mindenféleképpen szükséges, mert a szervezeten belül olyan változások történhetnek, amelyek további láncreakciókat válthatnak ki, és ezeknek a kóros folyamatoknak a kivédésére oda kell figyelnünk, és ezért szükséges a 24-48 órás bentartás. A négylábúak közül a macskáknál kevésbé fordul elő ilyen vészes állapot, mivel ők szabadabban mozognak, rejtőzködőbb, öngondoskodóbb módon élnek, így könnyebben húzódnak például árnyékba. A kánikula azonban őket is megviseli, ezért fontos, hogy valamennyi házi állat esetében tegyük meg a hőguta elleni megfelelő óvintézkedéseket. A megfelelő ivóvízellátás az nagyon fontos, hogy álljon rendelkezésre a nap minden szakában megfelelő mennyiségű, lehetőleg hideg víz, tehát ezért akár otthon is naponta többször cseréljük az állatainknak az ivóvizét, hogy friss és lehetőleg hideg vízhez tudjanak jutni az állatok. A kórházvezető állatorvos arra is felhívja a figyelmet, hogy semmilyen körülmények között még rövid időre se hagyjunk házi állatot az autóban. A tomboló hőségben ugyanis percek alatt olyan forróság alakul ki a jármű belsejében, amely hamar végzetessé válhat az állatok számára.
Szombaton lezárják a Nagykállói utat Nyíregyházán, közölte a város önkormányzata. A Nyíregyházi Ipari Park fejlesztése elnevezésű projekt keretében a Nagykálló-Butyka összekötő út átépítésének részeként a keresztező két darab mély vezetésű műtárgy építése miatt a tervek szerint július 20-án szombaton reggel 7 és este 7 óra között a Nagykállói utat teljesen lezárják. A Nagykállói út mindkét végéről a közlekedés biztosított lesz, de az áthaladás nem. Így Zsák utcaként üzemel ezen a napon. A korlátozás ideje alatt az úton teljes hosszában szünetelni fog a helyi közösségi közlekedés, amely a H30-as és H31-es járatok közlekedését érinti. A műtárgyak megépítése, visszatöltése és a burkolat idéglenes helyreállítása a nap végével megtörténik, ezt követően a jelenlegi idéglenes forgalmi rendnek megfelelő közlekedés lép újra életbe. Látványos rendőrségi bemutató, kerékpáros ügyességi versenyek, strandolás és állatkerti látogatás. Csak néhány program a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság által immár negyedik alkalommal megszervezett közlekedésbiztonsági szaktáborban, melyen 32 gyermek vesz részt. Az esemény fő helyszíne idén is a Kisvakon tábor Nyíregyházán. Pánikra semmi jog, csak szimulálták a fegyveres üldözést és lekapcsolást a rendőrök. Az elfogást Nyíregyháza Sóstón a Kisvakon táborban adták elő a hatóság emberei, méghozzá az itt táborozó 32 gyermek előtt. Immár negyedik alkalommal szervezte meg a vármegyei rendőrfőkapitányság a közlekedésbiztonsági szaktábort, melyben főként rendőrök gyermekei vagy közlekedésbiztonsági versenyen eredményt elérő fiatalok vesznek részt hétfőtől egészen szombatig. És nyilvánvalóan az a tábor célja, hogy a gyerekek a közlekedési kultúrát megismerjék, jobban tudjanak közlekedni, ismerjék a szabályokat. Nyilván nem csak szabályismeretből állnak a napjaink, hanem játékos formában szórakoztatva próbáljuk őket a közlekedésre nevelni, illetőleg megismertetni a rendőrség és társszervek munkáival. Pontosan ezért a hétfői napon a hagyományok szerint egy rendészeti nappal kezdjük meg a tábori életet. Ebben az esetben egy kutyás és kommandós bemutató volt, mint dinamikus elem, majd most jönnek a statikus elemek, megismerkedhetnek különböző fegyverekkel, felülhetnek a szolgálati motorkerékpárra, autóba beülhetnek, új lenyomatot, tenyérlenyomatot készíthetnek a bűnügyi technikánál, a katasztrófavédelmi járművét megismerhetik. Nagy sikere volt a kutyás bemutatóknak is. A gyermekek közül többen nem először vesznek részt a rendészeti tematikájú táborban. Harmadjára vagyok a táborban, nagyon-nagyon szeretem a tábort, elsősorban a közösség miatt, és azért, mert a programok nagyon jók, és ilyenkor az ember nem a telefonjával foglalkozik, hanem a szabadban van, beszélget az emberekkel és barátkozik, és tényleg nagyon jó itt lenni, és a programok pedig nagyon-nagyon jók. Unatkozni valóban nem fognak a következő napokban a tanulók, miközben fontos közlekedésbiztonsági ismeretekhez is hozzájutnak. A keddi és csütörtöki napokon a strand területén egy kerékpáros ügyességi versennyel próbáljuk őket közlekedésre nevelni, de nyilván abban a melegben megizzadnak, ezért utána strandolnak. A szerdai napon az állatkertet látogatják meg, és hát az új jégvarázs részen ott is hűsülhetnek egy picit, hiszen ebben az időben nagyon fontos. A pénteki napon a baktai erdészetbe látogatunk el. A Nyíregyházi ZRT jóvoltából, ez egy komplex nap lesz. Itt légpuskalövészet, íjászkodás, növény, állatismeret, kerékpáros ügyességi pálya, tájékozódás, tehát egy komplex napon vesznek részt, és amit én már tudok, ők még nem, a pénteken este ez úgy fog eltelni, hogy tortát is fognak enni, hiszen csapatokra lesznek osztva, és minden csapat nyerni fog egy-egy tortát majd a Nyíregyházi ZRT jóvoltából. Pénteken pedig egy ki mit tud estel zárják a programokat a közlekedésbiztonsági táborban, majd a szombati ébredés után mindenki hazatérhet családjához.
Sziréna próba Nyíregyházán, a Vármegye Székhely Katasztrófa Védelmi Kirendeltségének közlése szerint jövő hét kedden, szerdán és csütörtökön 9 órától a Nyíregyházán található polgári védelmi lakossági riasztó és tájékoztató eszközök hangos üzempróbáját végzik. Ezek során 30 másodperces folyamatos állandó hangmagasságú sziréna hangot 30 másodperc szünet követ, majd újból 30 másodperces folyamatos állandó hangmagasságú sziréna hangriadó elmúlt jelzést adnak le. A hangos próba célja, hogy ellenőrizzék a riasztó eszközök működőképességét. A jelzéseket ellenőrzés keretében adják le, azok semmilyen veszélybe következtét nem jelzik, a lakosság részéről semmiféle teendő nem szükséges. A Nyíregyházi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség a próbával együtt járó kellemetlenségekért szíves megértésüket kéri, hozzáteszik, annak végrehajtása a lakosság biztonságát szolgálja. Beregszászból, Ungváról és Ivano-Frankivskból érkeztek tanulók Nyíregyházára testvérvárosi kapcsolat és humanitárius segítségnyújtás keretében. A táborozó kárpátaljai gyerekek és családtagjaik szinte kivétel nélkül áldozatai a szomszédos országban zajló háborúnak. A 36 fős csoport táborozását partnerként az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat is segíti. Jászai Menyhért Nyíregyháza alpolgármestere köszöntötte azokat a fiatalokat a Városháza Krúdi termében, akik térítésmentesen egy hétig táborozhatnak a vármegye székhelyen. A gyerekek Beregszászról, Ungvárról és Ivano-Frankivsk városából érkeztek Nyíregyházára. A program kicsit időben messzebb nyúlik, ezek 2022-re a háború kirobbanásának időpontjára, amikor is Nyíregyháza aktívan kivette és azóta is kiveszi a részét a menekültek ellátásából, mikor milyen formára volt szükség. És több olyan programot is indítottunk, amely akár Magyarországon, akár az Ukrajnában élő lakosságnak az életkörülményét javítja. Tehát ez nem egy újdonság, egy most indult ad hoc program. Tavaly indítottuk ezt a konkrét programunkat, amikor olyan gyerekeket táborozhatunk Nyíregyházán térítésmentesen a testvérvárosainkból, akiket háborús trauma ért, szülő elvesztése vagy egyéb más problémák. Tavaly Ivano-Frankivsk testvérvárosunkból jöttek gyerekek, az idei esztendőben Ivano-Frankivsk, Ungvár és Beregszász, összesen 30 gyermek, 6 fő kísérővel. A Nyíregyházára érkező fiatalok egy részének családi környezetét valamilyen formában közvetlenül érintette a 2,5 éve kirobbant háborús helyzet. A háborúról nem szívesen beszélnek, igyekeznek felhűtlenül megélni a Nyíregyházán töltött kikapcsolódásukat. Kárpátaljáról érkeztünk Beregszászról. Nagyon hálásak vagyunk a szervezőknek, hogy itt lehetünk, mert ez lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy kipihenjék a tanév fáradalmait, és egy kicsit kikapcsolódjanak a hétköznapokból is. A gyerekek nagyon örülnek, hogy itt lehetnek. A hét elején várost néznek és kirándulnak a fiatalok, a továbbiakban pedig az állatkertbe és az élményfürdőbe is ellátogatnak majd. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ július 26-án pénteken és július 29-én, azaz jövő hét hétfőn technikai okok miatt zárva tart. A hulladék átvétel ez idő alatt szünetel. Egy esküvő hozta össze a Kanadába elszármazott és az itthon maradt családtagokat. Ez adta az apropóját a Botos Family Jazz koncertjének, amit a Nyíregyházi zsinagógában adtak. A koncerten a jazzkörökben világhírű Robi Botos zongorázott, aki számára különleges alkalom volt, hogy együtt zenélhetett szintén muzsikus testvérével, valamint édesapjukkal. Botos Ferencet, becenevén Pöttyöst, a dobost a nyíregyháziak az 1970-es évek végéről, 80-as évek elejéről sokan ismerték. Tanította a megyei OSK dob stúdiójában, zenés előadásokban közreműködött a Móricz Zsigmond Színházban, esténként pedig a Korona Hotelben szórakoztatta a közönséget. Én rakamozi vagyok, és akkor fiatal gyerekek voltunk, akkor az én szüleim, rokonaim mind cigánzenészek voltak. És én voltam az első
dobos a familiában, hogy nagyon megbotránkoztak, hogy mit keresek én a dob mellett. És ott kezdődött, hogy kicsi koromban ugye mindenen zörögtem, mindenen. Széken, asztalon, térdemen, mindenen. És akkor így ez így maradt. És elkezdtem járni, tanulni. Nyíregyházán ide jártam az újvári tanár úrhoz. A koncert ötletét a nyíregyházi zenész barátok vetették fel, amelyhez szívesen csatlakozott az időközben Kanadából családjával együtt hazatelepült Botos Lajos énekes basszusgitáros is, aki elmondta, a lánya esküvője hozta össze a családtagokat, amit közös zenéléssel is megünnepeltek. Generációk óta a zene nagyon meghatározó volt a családunkban, és így apáról fiúra szállt a zene szeretete és a zene tanulásnak a vágya mindannyiunkban. És egy nagyon fontos közösségteremtő erő van a zenében, ami számunkra nagyon-nagyon fontos. Négy éves koráig élt Nyíregyházán, a ma már Robi Botosként világhírűvé vált kisebbik fiú is, aki olyan nemzetközi jazz-zongora versenyekről hozta el az első díjat, mint a világhírű Montreux-i Jazz Festival, vagy a nagy amerikai jazz-zongora verseny. Jelenleg Kanadában él, és a koncertezés mellett fontos számára a tanítás is. Három iskolába tanítok, az egyik egy konzervatórium, másik egy főiskola, harmadik egy egyetem, és ugye erre sok idő megy el, viszont ugyanúgy mellett az egy koncert ezek, de így is akartam alakítani, főleg a Covid után, meg csak úgy más időszakban vagyok most, és most ez így van helyén. Az alig 20 évesen Torontóba költözött Robi Botos Moving Forward, magyarul Tovább lépés című albuma 2016-ban Kanadában bezsebelte az év albumának járó Juno díjat. 2018-ban jelentette meg Old Soul című albumát, amelynek felvételére az amerikai jazz élvonalából hívott meg zenésztársakat, ugyanakkor tiszteleg magyarországi neveltetése és a roma zenei hagyomány előtt is. Sajnos így Magyarországon még ilyen baráti, meg családi, meg vendégszereplések, az, hogy úgy derég láttalak, itt játszok, gyere le, és akkor csinálunk valamit. Tehát ezen kívül még nem igazán volt olyan koncert, ami ennek kellett volna, de remélem, hogy a jövőbe ide is jövök, mert jövőre is jövök Bécsbe, úgy néz ki Szlovákia, Németország, tehát mindig általában körbe megyek, és akkor mindig jövök anyámhoz, apámhoz, amikor még itt éltek, ugye, amíg marad rokon, akkor végülis mindig azért jövök, hogy valamilyen esemény. Most éppen a húgomnak az esküvője miatt vagyok itt. A jazz népszerűsítő klasszikus és újabb kompozíciókat egyaránt felidéző koncertet a nyíregyházi közönség álló tapssal fogadta, majd a régi barátokkal való találkozást követően a Botos Family autóba ült, és nosztalgiából megtekintették az egykori északi körúti lakásukat. Ráfutásos baleset történt kedd délelőtt Nyírtelek közelében, egy Hasson gépjármű sofőrje későn vette észre, hogy az előtte haladó személygépkocsi forgalmi akadály miatt megállt, amiben így hátulról nagy erővel beleütközött. A balesetben a vétlen gépjárműben utazó személy megsérült, őt a mentők a helyszíni ellátás után kórházba szállították. A rendőrség eljárást indított a baleset okának vizsgálatára. Két nyíregyházi résztvevője is volt a Krétán rendezett U18-as lány röplabda Európa bajnokságnak, Pampuk Csaba edző a szakmai stáb tagjaként, Pampuk Kréta pedig a pályán képviselte a magyar színeket. A válogatott a negyedik helyen végzett csoportjában, így végül a nyolcadik helyen zárta a kontinens tornát. Két helyszínen, Romániában és Görögországban rendezték meg az U18-as lány röplabda Európa bajnokságot. A magyar válogatott a kettes számú csoport mezőnyében kapott helyet hét másik együttes társaságában.
A válogatott Pampuk Csaba edzővel és a játékos Pampuk Grétával a soraiban június 9-én Dunakeszin kezdte el a 3 hetes felkészülést. A kontinens torna július 1-én kezdődött Krétán. A cél az volt, hogy szetről szetre, mesről mesre javuljon a csapat teljesítménye. A magyarok vereséget szenvedtek a lengyelektől, a németektől és a törököktől, legyőzték viszont a görögöket, a finneket, a litvánokat és a bolgárokat, így pozitív mérleggel a csoport 4. helyén zárták a tornát. A Bulgária elleni győzelem a legnagyobb fegyvertény, egyrészt azért, mert 0-2-ről fordítottak a magyarok, másrészt pedig azért, mert a későbbi győztes ezt az egy vereséget szenvedte el az EB-n. Az szinte államszerűen akult, mert lehet a bolgárok fáradtak voltunk, de ez már történelem, de sikerült meglepni őket egy olyan határozott és hibátlan játékkal, amit ezzel egész Európa bajnokság alatt nem játszottunk. Az egész Európa bajnokság úgy alakult, hogy 4. helyen zártuk a csoportot. Ezt ha az első nap valaki azt mondja, hogy egy 4. vagyunk, szerintem beleegyezünk, mert azért ez a két nyolcas elég erős, Európa legjobb 16 csapata, és abból lettünk mi a 8., a csoportban 4., ez nagyon nagy munka volt a lányok számára. A csapat egyik kulcsembere volt a 14 éves Pampuk Gréta, aki valamennyi találkozón pályára lépett. Edző édesapja is elégedett volt a fiatal röplabdázó teljesítményével. Egyénileg szerintem jól teljesített, és nem szerintem, hanem a stáb szerint. Nyitásfogadásban is ott volt az élen, támadásban is, ászok tekintetében talán, ha jól emlékszem, 30-szal fejezte be, és ott van a 1-10-be az Európa-bajnokság rangsorában. Én büszke vagyok rá, hogy ilyen fiatalon, és ilyen idézősen kis testmagassággal a nagy 190 centis lányok ellen eredményes tudott lenni. Gréta a tavalyi Békéscsabai Európa-bajnokság után másodszor képviselte kontinens tornán Nyíregyházát és Magyarországot. Voltam, amikor meghatározó ember voltam a csapatban, a nyitásfogadás is jól sült el, meg voltam, amikor ha a támadás nem ment, akkor a nyitásfogadás, meg a védekezés, akkor arra fókuszáltam, ha például a támadás ment, akkor így többire még jobban, meg a támadás is. A két csoport első két helyezett csapata Romániában döntött el az érmek sorsát. Az Európa-bajnoki címet Bulgária szerezte meg, miután a döntőben 3-0-ra legyőzte Belgiumot. A 3. helyen Olaszország végzett, a 4. hely pedig Lengyelországnak jutott. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Friss ivóvíz, árnyékhűsítő locsolás, többek között ezekkel az óvintézkedésekkel előzhetjük meg, hogy négylábú kedvenceink hőgutát kapjanak a kánikulában. A hő sokkal kutyák esetében gyakoribb. A Nyíregyházi Állatkórházban napi szinten látnak el hőgutában szenvedő ebeket. Újra a közlekedésbiztonsági szaktábort szervezett vármegyei gyerekek számára a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei rendőrfőkapitányság. A 6 napos táborban hétfőn látványos bemutatókkal készültek a rendőrök, a hét során pedig többek között ügyességi kerékpárversenyeken és erdőjáráson is részt vesznek a fiatalok. Ezen a nyáron is vendégül lát kárpátaljai fiatalokat Nyíregyháza. A vármegye székhely testvérvárosi kapcsolatai révén ezen a héten 36 fős csoport érkezett a városba. A gyermekek táborozását az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat partnerként segíti, és részt vesz a tartalmas program kínálat összeállításában. Július 16-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerdán ismét jelentkezünk majd a vármegye legfontosabb történéseivel. Én munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerda hajnalban még elvétve előfordulhat zivatargóc a Tiszántúlon, másút derült, nyugodt és már kora reggel meleg idővel indul a nap. Napközben ismét hőség, napsütés, gomoly felhők lesznek a meghatározóak. A hőmérséklet maximumai a legmelegebb órákban 36 és 39 fok között alakulnak.